tulajdonképpen a naputcai fiúk visszajönnek, mindig újra és újra visszajönnek, most megint itt vagyunk. Talán nem volt hosszú a filmvetítés, úgyhogy most még a két következő programra is sort keríthetünk. Elég ahhoz, hogy szabad embereket fényképezzünk. Ez a fordítva. A filmhez elég az, hogy szabad emberek, ha szabad embereket fényképezzünk. Ez nagyon fontos és nagyon más a jelentése, hogy ez a Godardnak egy ilyen kicsit polgárkukkasztó vagy művészetkukkasztó megjegyzése, és hát én ezt olyan veszem, én igyekszem szabad embereket fényképezni, olyanokat, akik ezekben a filmekben is a betyárok például. A betyárok attól betyárok, hogy fölülnek a lóra és megpróbálnak kiszabadulni a kötöttségekből. És hát a többi filmjeimnek is szerintem a főhősei többnyire ilyen típusok, akik megpróbálnak kitörni a környezetükből, a szűk térből, amit ő veszi őket. Könnyű testi sértés, falfúró vagy ezek. És hát evidensen a naputcai fiúk is ugye megpróbálják a világot megfordítani. Egy-egy gitárral a kezükben, ugye, ahogy annak idején a Beatles-ek mondták, hogy egy gitárral a kezükben fordítjuk meg a világot, hát ők is egy gitárt tettek a kezükbe, egy másfajta gitárt, és azzal próbálták meg megfordítani. A világ sajnos nem fordult meg, sőt, erősen visszafordult. De azért végül is mi győztünk. Megadom a szabályokkal, ez a kérdés. Köszönöm szépen a segítségedre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tovább. A napos a fiúi című fiúi szemmé kérdezőni és kérdezni tőlem egyéb dolgot. Engem meg kéne győzni arról, hogy még nézem meg ezt a filmet, és miért jó ez a film, és miért külön, mint a többi 56-os film. Mit mondál nekem? Hát, ha egészen röviden akarok válaszolni, azt mondom, hogy azért, mert én ott voltam, amikor az események történtek, ugyebár? Tehát ez 56-ról szól, a testi srácoknak a harcáról, akik szembeszálltak a tankokkal, és hát rengeteg mindent láttam, úgyhogy azt hiszem, ez benne van a filmben. Hát én nem hasonlítanám össze a többi 56-os filmmel, de hát úgy érzem, hogy ezt viszont érdemes megnézni, mert ugyanakkor, amikor egy érdekes és eléggé dinamikus történet, fiataloknak szól, zene van benne, tánc is van benne, rock and roll, ugye, ami akkor nagyon fontos volt nekünk. Tehát egyrészt ez egy dinamikus történet, de másrészt viszont történelmi is teljesen pontos. Tehát különösen a 23-ai események, de a többi egészen pontosan követi a film a történelmi eseményeknek a menetét, noha végig a fiataloknak az életét látja.